II. világháborúban, ellentétben a korábbi háborúkkal, több volt a polgári halálos áldozat, mint a harci cselekményekben elesett katonák száma. És az önmagát felszabadítónak apostrofáló Szovjetunió által elfoglalt, úgymond felszabadított területeken százezerek és milliók számára nem a béke, a szabadság, hanem a szülőföldjükről való előzetés és elhurcolás, a kényszermunka, a rabság, a megalázottság időszaka következett. A Szovjetunió a megszállásnak nem csak az anyagi, de az emberi árát is megkövetelte. De vajon milyen tényezők álltak a polgári lakosság tömeges elhurcolásának hátterében? És mennyi lehetett az elhurcoltak száma? Először is a Szovjetuniónak óriási volt a munkaerő szükséglete, hiszen a harcok alatt lerombolt európai országrész újjáépítése is nagy mennyiségű munkaerőt igényelt. Ugyanakkor a Szovjetuniónak a II. Világháború folyamán hatalmas, 27-30 millió fő volt az embervesztesége, tehát rendkívül nagy munkaerő hiányban szenvedett a szovjet birodalom. A foglyok pedig tömeges és ingyenes munkaerőt jelentettek. E munkaerő immár külföldről történő beszerzéséhez szolgált ideológiai alapul a kollektív bűnösség elve, amelyet ugyan a magyarokkal szemben a sztálini vezetés hivatalosan tagadott, de a gyakorlatban mindig is alkalmazott. Sztálin már az 1943. március 23-án Edennel a brit külügyminiszterrel folytatott megbeszélésén leszögezte: Magyarországot meg kell büntetni. A 0060-as számú parancs értelmében elrendelem az összes német származású munkaképes személy mozgósítását. Minden német származású munkaképes személy mozgósítandó és jelentkezni tartozik. Férfiak 17-től 45 éves korig, nők 18-tól 30 éves korig. Mindazok, akik kivonják magukat a mozgósítás alól, a háborús törvények szerint felelősségre vonatnak. Hadbíróság fog felettük ítélni. Ugyancsak szigorú megtorlásban részesülnek családtagjaik és bűntársaik. 43-ban ugye a teheráni konferencián Sztálin már előhozza, hogy ő nem csak anyagi jóvátétre számít, illetve tart számot a háború végén, hanem munkaerőt is szeretne, tehát emberi munkaerőt. Erre a angol száz hatalmak nem reagálnak, tehát hallgatólagosan elfogadják, nem tiltakoznak, de nem is mondnak semmit. És létrehoz egy Litvinov külügyi népbiztos helyettes által egy bizottságot, hogy számolják ki, hogy milyen népgazdasági haszna lenne ugye a külföldre elfoglalt embereknek, hadifőknek és civileknek, és az jön ki végül is 44 nyarára jön ki, igen, ez is érdekes, 44 nyarára jön ki ez a számítás, hogy mintegy 5 millió embernek a 10 évi munkája, az körülbelül olyan 35-45 milliárd dollárnyi hasznot hozna a szovjet népgazdaságnak. És ezek után, hogy mikor és miért eddig tolódott, novemberben ad egy parancsot Sztálin Beriának, hogy mérjék fel az elfoglalt területeken a németek számát 16-tól 60 éves korig, és miután erről megjön a jelentés, 551 ezer németet számítanak ki, ennyit az NKVD, NKGB, meg a SMERS, tehát a belügyi népbiztosság, az állambiztonsági népbiztosság, meg a szovjet katonai hírszerzés, és ezek után adja ki Sztálin ugye december 16-án azt a parancsát, aminek a végrehajtás utasítása az elhíresült, hírhetté vált, ugye 0060-as parancs, ugye ez a dupla nulla, ez szigorúan titkos, Savershenes szekretná, tehát hogy ezt a másik és a harmadik ukrán front katonai tanács adja ki Magyarországon, aminek ugye az alapja a Sztálin által aláírt határozat, ami már kimondta, hogy a férfiakat 17-től 45, a nőket 18-től 30 éves korig kell elvinni, már a németeket. De ott nincs meghatározva, ki a német. Amikor a másik ukrán front, illetve a harmadik ukrán front katonai tanácsa kiadja ennek a végrehajtás utasítását, ez még nem került elő, a faragaszok vannak meg, amit ez alapján adnak ki, és ott már német származást írnak. Tehát nem német állampolgárokról van szó, nem német nemzetiségűekről, és nem is német anyanyelvűekről. Nincs fix meghatározás, hogy ki számít német származásúnak. Például az Elek községben történő elhurcolásokat irányító NKVD sőrnagy szerint deportálandó minden német nevű, tekintet nélkül arra, hogy bírja-e a német nyelvet vagy sem. Ugyancsak beleesnek azok a magyar nevű egyének, akiknek egy nagyszülőjük német nevű, illetve német származású. Az őrnagy egyébként szó szerint a következőt mondta: ha csak egy csepp német vér folyik az ereiben, akkor német. Nem csak a parancs volt, hanem ehhez mindig egy tervszámot is adtak mellé. És
A Terszám igazából fölülírta a paramétereket, tehát hogy nem volt a megfelelő korhatáron belül, meg nem volt német származású, akkor vittek korhatár alattiakat, korhatár felettieket, vittek magyarokat, mindenkit vittek, csak hogy a terszámokat teljesíteni tudják. 551 ezer németet mutatnak ki, holott még nem is a teljes területet mérték föl, ehhez képest végül is, úgymond idézőjelben csak 112 ezer embert szednek össze. Ahogy Sztálin maga is mondta, hogy kizárólag a dokumentumoknak csak a javítatlan bürokraták hisznek, meg a levéltári patkányok. Tehát, hogy ő is tudta, hogy azok a dokumentumok, amiket ő megkap, azok nem a valóságot adják vissza, úgyhogy ennél jóval több embert vittek el, mármint a 112 ezer főnél ebből a térségből. Csak a romániai területről, hát különböző adatok vannak, itt is a 70 és a 120 ezer közé teszik, tehát csak onnan, hogy körülbelül már annyit elvittek, és akkor itt nem beszéltünk még Magyarországról, a Magyarország mai területéről nem tudjuk pontosan, de olyan, hát olyan 40 és 60 ezer fő közé tehető, de mondom, sajnos elég bizonytalanok vagyunk ebben, mert itt is a hivatalos szovjet adatok 32 ezer főről beszélnek. Azokat jelölik Márenki robotosoknak, akiket civilként ítélet nélkül tömegesen hurcoltak el. A számuk a korabeli Magyarországra vetítve 300 ezer fő körül van, a mai Magyarországra vetítve kb. 200 ezer fő. Itt azt lehet mondani, hogy az általános indokokon kívül, hogy a munkaerő beszerzés, illetve a megtorláson kívül három fő csoportot lehet megkülönböztetni a korabeli dokumentumok alapján. Egyik, amiről már előbb is szó volt, a német származás alapján, arra egy konkrét parancs volt, ugye központi utasítás. Aztán volt az úgynevezett hadifogói létszám kiegészítés, itt igazából egy központi parancsot tudunk, hogy aki 41-től katona volt, az behívják igazoltatás ürügyén, és utána őket hadifogói táborba viszik. De ezt valamikor nem így hajtották végre, hanem úgy, hogy 18-50 éves korúakat vittek el, 16-tól 45, sőt 14-től 50 éves korúakat, tehát van dokumentum erre, Baranya vármegyében éppen, Szigetvári járásban 14 évestől 50 éves korig viszik el, úgymond a Levente kiképzés nyert és katonai személyeket, de hát a Levente is kötelező volt részt venni, tehát nem volt katona, nem katonák voltak. A végén, hogy bizonyítsák, tehát ugye civilekkel pótolták a hiányzó fogoly mennyiséget. Ugye ennek a budapesti elhúzás a legnagyobb példája, ahol mintegy 100 000 embert, vagy talán több is, mint 100 000 embert hurcoltak el, nem csak Budapestről, hanem a környező településekről. És a harmadik pedig az etnikai tiszogatás. Azt lehet észrevenni, hogy a trianoni határon kívül eső elcsatolt területeknél az elhurcolásokban igen komoly szerepet játszik, de kimutathatóan konkrétan, hogy a szomszédos országok katonai, politikai vezetői a háborús helyzetet igyekeztek arra kihasználni, hogy megszabaduljanak az ott élő magyarságtól, részben németségtől, de itt a magyarság volt azért célkeresztben, mert ugye Magyarország van itt. Tehát Németország messze van, úgyis egy veszélyes ország, tehát németektől nem kellett félni, hogy elcsatolnak tőlük területet, de a magyarságtól tartottak, és ezért például Kárpátalján kifejezetten ugye a magyar és a német férfi lakosságra ugye ott a 0036-os parancsot adják ki, és ott is 18-tól papíron legalábbis 18-50 évig szedik össze a férfiakat, gyakorlatilag 16-17 évestől visznek 76 éves korúig. Egyik kárpátai kolléganő mutatta ki, hogy a listákat látta, és 76 éves férfit is elvittek. És hát természetesen vannak a katonák, akiknek a pakliában benne van, hogyha mundért húzok, és az ellenség nem öl meg, és elfog, akkor hadifogó leszek. Tehát ott nem volt ez meglepetés, de mindenféleképpen a nemzet számára egy óriási traumát okozott, hogy több százezer civil embert hurcolnak el, és amikor németek, és gyerekeket is, és amikor az internálási parancsnál pedig ott már nőket is, és lányokat is tömegesen hurcolnak el. 39. szeptember 19-én hozzák létre még UPV, tehát a GUPV-nak az elődjét. Ugye két nappal azután, hogy a náci Németország a karöltve a Szovjetunió megszállta, elfoglalta, lerohanta a Lengyelországot, akkor hozzák létre a hadifogó és internátügyi parancsosságot, és majd 1945. január végén, az is már G betű oda kerül, hogy GUPFI lesz, tehát mint a gulágnál, hogy GU, tehát itt GUPFI lesz, tehát ez is főparancsosság lesz, hiszen már 45. január végén itt is milliós nagyságrendben őrzik a foglyokat. És nem csak a Szovjetunióban voltak a GUPFI-nak lágeré, hanem bizony a meghódított területeken, tehát ez egészen az Elbáig, tehát ameddig a Vörösöcseg nyomult, addig az mind a GUPFI kezelésében voltak, vagyis a hadifogó és internátügyi főparancsosság kezében voltak ezek a lágerek, és valóban csak a 90-es évek elején
derült ki szovjet hadtörténeti folyóiratból, hogy ezek, akik hadifők voltak, és akiket civilként is tömegesen és ítélet nélkül elvittek, ők nem a gulágra, hanem a guppi lágerébe kerültek, és itt tömegesen vitték el őket. Tehát itt, amikor útközben megszöktek, akkor bárkivel kicserélték az embereket. Ellentétben a gulágraboknál, ugye ők politikai elítéltek voltak, ott egy ilyen trojka, egy háromfős bizottság, bíróság ítélkezett felettük, de hát orosz nyelven folyt az egész, nem értettek semmit, de a lényeg az, hogy személyes bírói ítéletek alapján vitték el, tehát ott nem lehetett kicserélni senkit senkivel, mert ott megvolt a név, a személy. Itt a Gupfinál viszont csak a létszám volt fontos. 350 főtábor volt, és ehhez kapcsolódott 2500-3000 altábor. Igazából most itt állunk, de hát ugye mivel nagyon későn indultak a kutatások, tehát itt is még lehetnek elmozdulások, de nagyságrendben már itt nem lesz elmozdulás. A Szovjetunióba hurcoltak emlékévében a Baranyai Német Nemzetiségi Kör egy utazó vagonkiállítással adózott az elhurcoltak emlékének. A Lágerjárat című vagonkiállítás felkereste azokat a magyarországi vasútállomásokat, amelyekről 1944 végén és 1945 elején deportálások indultak a Szovjetunióba. Történelmi áttekintésünket a lágerjárat 12 helyszínén, valamint történészek, túlélők, érintettek szavain keresztül kívánjuk bemutatni, hogy mindenki számára megismerhető legyen a Málenki robot, vagyis a polgári lakosság tömeges elhurcolása, 20. századi történelmünk egyik sokáig elhallgatott tragédiája. A német származások elhurcolásának első hulláma a harmadik ukrán front által elfoglalt Dél-Dunántúlon, Baranya, Dolna és Somogy megyében kezdődött el, Szekszárd, Baja, Pécs központokkal. A baranyai németeknek Pécset, a Lakics laktanyában alakították ki a gyűjtőtábort, 216 településről gyűjtötték össze őket. Babarcon már december 22-én jelentkezniük kellett. A gyülekező helyek általában a nagyobb épületek voltak. Baranya megye településeiről főleg sváb származású lakosokat, köztük nagy számban lányokat, asszonyokat vittek el 1944 karácsonyától. Értünk jöttek, én Terehegyi lány voltam, és a községházahoz el kellett menni, és az én keresztapám az jött értünk, a testvéremért, meg én értem, hogy menjünk a községházára. De ő nem mondta meg, hogy miért. És akkor elmentünk, ott a bíró fogadott minket, és akkor elmondta azt, hogy lányok, ne haragudjatok, ez rendeletbe jött, el kell mennetek az Alföldre kukoricát szedni. Karácsony első napján. Első napján értünk oda, igen, de az istálóba. Ott kaptunk helyet, mert a többi már volt foglalva, már sokan voltak ott. Január 8-án akkor vagonéroztunk be az állomásra. Nem szökött ott meg senki, ott Aszibá nem jutott senkinek a megkörnetőknek, kukoricát megyünk szedni. És azért ugye nem is gondolta ezt senki. Egy vagonban 38-an. Tudom, mert én voltam, akinek főkötött mindent írni. Kaptam egy papírt, és mondta, hát elég jó tudott már az a magyar János bácsi, ugye magyar volt, de már felejtett magyarul, de mondta, azt mondja, Lizucská, Pisit, hogy írjad, mindenkinek a nevét föl kellett írni. Adott egy füzetet, és abba be kellett írni mindjának a nevét. Állítólag a nevünkért, de az én nagypapám nem német volt, hanem francia volt. És mégis ide kerültetek ide, és akkor megkért engem, meg a testvéremet, hogy ti lesztek azok, itt felügyeltek ebbe a vagomba. A Bajáról induló szerelvénnyel hetekig utaztak Grozny felé, ennél ritkán kaptak. Nem volt fekhely, és a toalett is a vagomban volt. Ideglenes vájú. Volt, mint a vájú. Bent ennyi volt, meg kifelé ugyanennyi, és akkor ugye, amikor pisiltunk, meg vécéztünk, a vésze volt, amikor mindjárt ugye meg nem fagyott meg, de úgy megkeményedett, és akkor le kellett ott mindenkinek a sajátjáért piszkálni. Ez úgy kellemetlen volt. Szaga nem volt, mert mindjárt megfagyott. Említette a KIH-t, de fűteni tudtak egyáltalán? Hát egy
vödör fát kaptunk egész útra. Hertrich Erzsébet 4,5 évig volt kényszermunkán, a Kaukázusban és az Uralban. Tavaszkor akkor mentünk árkokat pucolni, akkor a vasúti sineket, mert össze-vissza volt ugye bombázva minden, azokat raktuk helyre. Ilyenekkel dolgoztunk. Úgyhogy akkor csak ilyen romeltakarítás, meg ilyen dolgokat, országút építés, ilyennel foglalkoztunk. Az olajcsöveknek, a víznek árkokat kellett ásni. Grozniba jó volt, mert itt csak 1 méter 40 centire kellett lemenni. 80 centi fönt, lefelé meg 60 centire kellett menni, mikor már lejjebb mentünk, így kellett, hogy nehogy összecsusszon. És ezt mind nők csinálták? Mind nők. Testvérem az nagyon szeretett a tetüket úgy ölni. És akkor mindig ugye viszketett neki, mert fekete sűrű haja volt, mindig vakarózott, akkor testvérem a Mariska azt mondta, gyere ide, majd én megtetvészlek tégedet. És úgy munka után akkor kimentek az udvarra, és akkor egy ruhát tettünk, úgy a testvéremnek az ölébe, és odahajtotta, meg egy kis párnát odahajtotta az anyja a fejét, és akkor ott tetvészte. Én nem tudtam, hogy undorodtam a tetüktől. Lizi néni 3,5 évet töltött a horlovkai lágerben. Több alkalommal élte túl a sok áldozatot követelő járványokat, a vérhast vagy épp a flektífuszt. 1600-at hoztak abba a lágerba. Szent Lászlóról, meg Endrőc, meg Abaliget, meg ez a lány, aki velem le van fényképezve, ez meg Barcsi volt, hogy Barcsia. Mikor kikerültünk, akkor besúfoltak minket. Mi egy, hát kisebb volt, mint ez a szoba, sokkal kisebb volt. Ott valami 39-en nem tudtunk csak ülni. És hogyha le akartunk feküdni, nem tudtunk kinyújtózkodni. Mindenki a batyúja, mert mindenkinek csak egy kis batyúja volt, és akkor úgy összekuporodva, és csak letettük a fejünket. Akkor azt mondták, hogy március 1-én akkor megyünk majd ki dolgozni. Miért jöttünk most már, ők minket még nem vártak. Hát nem is volt fölkészítve semmi, és azt mondják, akkor majd kapunk főtételt, és akkor csináltak egy konyhát, és az étel akkor abból állt, hogy káposztaleves. És a káposztaleves az olyan volt, hogy víz, és itt-ott egy káposztafoszlány. Savanyú sózott víz volt, de olyan tiszta, mint ahogy az ember a tányérnek az alját is látta. És akkor szóval ezt kaptunk. De közben már voltak olyanok, akiket elvitték, akik már nagyon megbetegedtek, ilyen azt mondják, hogy tífusz, nem tudom. Levágták a hajukat, és elvitték kórházba. De onnan, ahogy én emlékszem, onnan már nem jött vissza senki. A bánya az működött. Ez 300 méter mély bánya volt, rendesen működött. És akkor vittek minket ilyen munkára, hogy az már befejeződött, akkor kellett vasat összeszedni, olyan hullatékot ott a terembe. És akkor is, hát olyan gyengék voltunk. Ott volt egy műhely, ahol orosz emberek dolgoztak, ez olyan kovács műhelyféle volt, mellette lehetett egy raktár, mert ahogy olvadt a jég, az ajtó előtt ott voltak kukoricaszemek a jégbe. És mikor ezt megláttuk, akkor azt mondtuk, hát ezt nem lehet itt hagyni. Hát ezt kipiszkáltuk a jégből, és akkor voltak olyan öreg vasak, és akkor ezt fogtuk, rátettük, és ezek az emberek ott tüzeltek, a tűz fölé tettük, és ezt megettük. Kint a prérin volt megint egy ilyen lakatos műhelyféle, vagy valami, és akkor oda vittek minket, és azt mondták, hogy itt kell nekünk homokot melegíteni. A homokot fogták, és csövek voltak,
fölállítva, ilyen körülbelül ez a 10 centi széles cső, és ezek voltak a tetőnek nekiállítva, fölvitték, beöntöttek ezt a forró homokot, és akkor ott hajlították ez a csöveket. Na, ez volt nekünk a munkánk, de ez olyan, hát ez nem volt munka nekünk, szóval olyan könnyű volt, és mikor hazajöttünk, mindenki, aki hazajött, mindig kellett hozni egy papírt onnan, hogy mennyit kerestünk. És hát minket mindig megdicsértek. Olyan jól dolgoztunk, mert az ember ott úgy volt, hogy látta, mikor az embereket meghalva, úgy ruha nélkül rádobták a kocsira mind a zsákokat egymásra, és elvitték temetni. Hát ők ma, lehet, hogy holnap én. A nagypapám is kint anyuval együtt vitték el, és ő sajnos kint is maradt Groznyban, és ami borzalmakat így meséltek az ő halálával és temetésével kapcsolatban is. Szóval ezek azért megcsapják az embert lelkileg. De az anyu sosem ilyen tragikus hangvétellel adta elő, és csak a sötét oldalakat. Szóval nagyon üdítőek azok az epizódok is, amiket mesélt az orosz emberek részéről tapasztalt empátiát és szereteteljes megnyilvánulásokat, úgyhogy én azt hiszem, hogy egy ilyen egyensúlyos kép alakult ki bennem. Azt nem mondanám, hogy tehát én nem gyűlöltem soha egy percig se az oroszokat, de a sztálini terrort azt nyilván kiradírozna az ember, ha lehetné, ugyanúgy, ahogy a másik oldali terrort is. Schöffer Gizella 4,5 éves volt, amikor szüleit elvitték. A házaspár Grozny és Oktyabrszki lágereiben közel 5 évig dolgozott kényszermunkán. Harkányban élt családjukból többet is elvittek Málenki robotra. A két nagynéném, a Jén Mária, a Jén Anna, és az én édesanyám Jén Erzsébet, és a Stettner Hendrik. Emlékszem, hogy a bíró jött, és ki akart szakítani a mama karjából, én még nagyon megkarmoltam azt a bácsit. Azt is tudom, hogy Naiman volt a neve, és nem mentem a Naiman úrhoz, hanem a mama megint meg, hát magához szorított nagyon, és jött az orosz katona a puskatussal, és követelte, hogy szálljak, vagy engedjen el a mama. És akkor nem engedett el a mama, de akkor elkezdte piszkálni a mamát, és én lekerültem a földre, az útra. És akkor a mama elkezdett kiabálni, spring, a németül ugye kiabálta, hogy szaladj, és én szaladtam. A listán igazság szerint az volt, akit a Naiman bíró, most a nevét tudom, aki összeírta. Akik a volksbundisták voltak, mert azokat akarták igazság szerint összeszedni, ezt utána tudom, most már csak a papának, mit tudom én, mikor már én felnőtt voltam, és mint tanácselnök dolgoztam, akkor már azért csak kíváncsi voltam, amit ki lehetett húzni a papától, azért próbáltam kihúzni, ugye, és akkor mondja, hogy ő ráharagudott a Naiman bíró, mert nem vettem el a mit tudom én, ilyen rokon lányát. Vagy a Naiman bírónak az összes rokonsága, nem akarok neveket mondani, mert most is még itt élnek az ormánságba, azok lejöttek ide. Ma már egyértelműen elmondhatjuk, hogy azok a magyarok, akik a honfitársaik vistázásában, gyűjtőhelyre kísérésében, esetenként bántalmazásában vettek részt, egytől egyig egy idegen megszálló hatalom kollaboránsai voltak. Amikor nem állt összeállítólag az a 130 valány ember, akkor elmentek házra házra, és kihúztak még egy-két embert, aki kellett. Amikor a vasúton hiányzott Baján, azt mesélte a papa, az ő vagonokban nem tudom, hiányzott két ember, utána két ember találtak, de hogy hogyan, lehet, hogy a vasutasok közül tettek föl valakit még, mert mindig a létszámnak meg kellett lenni. Emlékszem, hogy annyira futottam, hogy én benéztem azt a sövényt magamnak, hogy azon én nem megyek körbe, hanem átugrom. És én akkor láttam meg apámat. És én megismertem apámat. És
állítólag én ezt a sövényt átugrottam, azt a 40 centi vagy 60 centi, nem tudom. Átugrottam, és az apámnak a karjaiba voltam. És a mama ott állt mellette. Nem is néztem rá a mamára. És akkor mondja, papa, itt az édesanyád. Mondtam, az nekem nem édesanyám. Az én édesanyám az nem ilyen asszony. Honnan hoztad ezt? És ezekre, hát ezekre nagyon emlékszem. A szüleim beköltöztek a házba, és én is mentem velük. És fél éjszaka után, mikor az egerek elkezdtek ott mocorágni, és az egy baktárhelység volt, ugye az egész ház, nem csoda, akkor én állítólag felugortam, és mentem le a faluba, a mamához, bekéretőztem, és egy évig nem jöttem át hozzájuk. És csak egy év után voltam hajlandó. És tudod, az a gyerekkor hiányzott. A Schwäbische Türkei harmadik megyéjéből, Somogyból szintén 1944. december 22-én rendelte el a kaposvári szovjet NKVD parancsnokság az összeírást, így Német Ladon már december 23-án ez megtörtént, és 26-án el is vitték őket Szigetvárra. A legtöbb német származásút közel 100 főt Kaposfőről hajtották már december 24-én Pécs felé. Somogy megye 14 településéről több mint 500 fő került a gorlovkai, kaukázusi lágerekbe több éves Málenki robotra. November 30-án heves harcok után Bajánál átkelt a harmadik ukrán front. Különösebb ellenállás nélkül foglalja el Szekszárdot és vele együtt Bonyhádot. Ezt követően Szekszárd az egyik legnagyobb egészségügyi központtá alakul. Minden nagyobb közintézményben kórház működik. A szovjet megszállással a háború ugyan véget ér, de a polgári lakosság számára az igazi megpróbáltatások csak ezután kezdődnek. Rablás, pusztítás, kegyetlenkedés jelzik egy új korszak kezdetét. Tolna megyében főként a német nemzetiségűek által sűrűn lakott völgységi járást érintette leginkább a mozgósítási parancs. 45. január első napjaiban kezdték a környező községekből, a többi között Závodról, Aparhantról és Grábocról elhurcolni az embereket Bonyhádon keresztül Szekszárdra. A legtöbb németet a nagyobb lélekszámú településekről, Mucsi, Bonyhád, Tevel, Cikó, Nagymányok, Bátaszék, Lengyel hurcolták el. A mozgósított személyek főként a Dél-Kelet-Dunántúlról kerültek a gyűjtőhelynek használt szekszárdi fogházba, ahol 14 napot töltöttek. Majd Baján keresztül vitték őket kelet felé, hiszen itt volt egyedül a közelben átkelési lehetőség a Dunán. A lágerjárat Szekszárdra érkezése nem csak a város, hanem a Tolna megyei németeket is mozgósította. A Nagymányokról származó Bayer Péter 4 hét utazás után érkezett Donbászba. 59 hónapot töltött kényszermunkán, főleg bányában dolgozott. Az 1026-os lágerben ismerte meg későbbi feleségét, Sor Máriát is. De az egy központi bánya volt. Ott 200 vagoncén ment 24 óra alatt, azért az nagy termelés, ugye. Csak a szénnél kevesen dolgoztak, mert az előválások, az előkészületek és a szállítása az vett nagyon sok munkaerőt igénybe, ugye. A fatéren a fát bevinni, a sineket beszállítani, ugye, az mindegy függőleges aknába kellett csinálni. Fő meghalás az a végelgyengülés. De közben jött még 45 telin a flektífusz, a
hogy a sok tető, ami volt, az által a tífusz, és az is nagyon sokat, sokan haltak meg akkor. Bayer Péter 3 alkalommal tért vissza többet magával az egykori kényszermunkatáborokba. Első hónaptól kezdve mindig mondták, szkóra domoly, ugye, és nem sokára mentek haza, ugye, de így azt se tudtuk, hogy hol vagyunk. Én 2000-ben, mikor kimentem, akkor tudtam csak meg, hogy hol voltunk. Azelőtt nem tudtam. És voltak értelmesebb emberek, mint én. Azokat is megkérdeztem. Még azt tudtuk, hogy Stalinó és Stalingrád között. De hogy hol volt ez a pontos hely, azt nem tudtuk. Igazságtalanak tartom az életet, hogy én még 80 évesen ki tudok menni, és a legjobb barátaim ott nyugszanak. Úgyhogy az semmi más, engem nem a láger érdekelt, hanem a temető, hogy leróljam a kegyeletet azok előtt, akik tényleg ártatlanul, mert ugyanolyan nem voltak bűnösök, mint én, és sajnos ott nyugszanak. Kréling Dániel gyönki lelkész édesapja megmeneküléséről beszél. Tolnában is kevesen próbálkoztak a szökéssel, de neki sikerült lemaradnia a Bajára induló menetoszloptól, és a végén egy szovjet katona segítette a bujkálásban. Ugyanakkor volt egy csomó szerencsétlen is. Például a bátaszéki vasútállomáson az állomásfőnök felesége lement 2 vödörrel vizér, minden további nélkül terelték a menetoszlopba, és elvitték otthonkában. Ott maradt utána 2 kisgyerek. Nem is tért haza. Érettségi előtt állt a Bandl Imre, akit az édesapjával együtt vittek el Bonyhádról, és a fiú a vagonban, vakbélgyulladásban meghalt. Úgyhogy úgy rakták ki a vagonból, azt se tudjuk, hogy hol temették el. A Málenki robotnál ott szerintem a létszám számított csak. Ki legyen a létszám? Az egészben a kegyetlen az volt, hogy a helyi embereknek kellett őket összeszedni. Tehát nem az oroszok jártak házról házra, hanem a helyi emberek. A szovjet katonák és államvédelmisek először a környékbeli tanyákon, majd Eleken, Gyulán, Mezőberényben, Gyomaendrődön és a többi településen gyűjtik össze a német nemzetiségűeket. Főként fiatal fiúkat, lányokat és asszonyokat vittek. Ha nem volt meg a létszám, akkor öregeket is. Miután mindenkit összegyűjtöttek, 1945. január 10-én megkezdődött a bevagonírozás. Békés megyéből nagyjából 3500 ártatlan embert vittek el. Elekről 970 német származásút vagoníroztak be. Gyuláról 550, Mezőberényből 558, Almáskamarásról 320-an kerültek szovjet lágerekbe. Többségüket a Donyec-medencei szénbányákban dolgoztatták. Rácz Antalné, Hász Magdolna 3 bátyjával utazott az ismeretlen felé. Előző nap 9-én a laktanyából, ahova begyűjtöttek bennünket január 2-án, onnan a laktanyából kordon volt végig az állomáshoz, és fegyveres őrök közt, mint a labokat, úgy kísértek ki bennünket az állomásra, már akkor készen voltak a vagonok, és hát bevagoníroztak bennünket. 3 bátyámmal, meg az egyik nővéremnek a férjével, a sógorommal. Mi 5-en mentünk. 5-en mentünk a családból. Mert január 10-én indultunk, és a hónap egész végén értünk oda, január hónap egész végén. És addig nem mosakodtunk, addig úgy voltunk felöltözve, a vagonban 28-an voltunk, de mint egy olyan kicsi méretű vagonban voltunk. Amit ki volt állítva, az
az egy ilyen nagy pulman volt, de ez kicsi vagon volt, ahol mi voltunk. Úgyhogy egymás, szóval még ülő helye se volt mindenkinek feküdni, abszolút, hogy le. Az első lágerben nem barakban voltunk, emeletes kőépületben voltunk. Ugyanilyen épület volt, ahol alul volt a konyha, meg hát ugye a kiszolgáló helységek, és fölöttünk pedig vartak, a magyar szabók. Elég szerencsés voltam abban az időben, mert én csak felszolgáltam. Szóval hát én ott nem nagyon, szakács volt, magyar szakácsnő, akkor volt egy magyar főszakács, akkor volt ugye, aki kihordta, meg én is hordtam ki a vödrökbe, hát ilyen 10 literes vödrökbe kaptuk az ebédet, ilyen zománcos vödrökbe, azt vittük ki az asztalra, abból szedték a dolgozók a levest, hát ez a káposzta levest. Mi lágerünkben voltak almáskamrásiak, elekiek, mint gyulaiak is sokan voltunk, mezőberényiek is sokan voltak. Na nekem volt ott kint egy balesetem is, egy csúnya balesetem, amiben összenyomtak. Volt egy ilyen nagy kerék, ahova két magyar lány benyomta a szénneltele csillét, és az kiütötte az üreset. Azt kellett kihúzni és bedobni a sinekre, és akkor összeakadt a két csille úgy, hogy félig ben volt a tele csille a tele szénnel, félig ben volt az üres csille. Összeakadtak alul. És hát ez az orosz nőnek volt ott egy szórakozó partnerja, és az annyira szórakoztak ott, hogy egyszer azt úgy megvillant nála, hogy hát már biztos be kéne kapcsolja a kereket, és beindította a libiotkát. Hát mikor visszakapcsolta, akkor én már eszméletlenül beleestem az üres csillébe. Nem bántam én, ha fent akárhova tettek, vagy ha olyan hideg volt, és hogyha félig megfagytam is, de borzasztóak voltak ezek a nagy melegek nyáron, télen meg ezek a nagy hidegek. Csak a bányában ne tegyenek le, mert ha azt valaki azt tudja, hogy mi az, hogy élve ott lent a föld alatt, hát én nem is tudom. Január 11-én indultak el a vonatok, nem csak eleki lakosok voltak rajta, hanem a környékről, Gyuláról, Almáskamrásról, a járásból, több helyről is. Elekről 970 személy indult el, az eleki járásból 1903-an. Az elekiek közül 105-en soha többé nem térhettek vissza. Amikor fejet hajtunk előttük, akkor gondoljunk arra, hogy mi mindent hagytak ránk, és hajtsunk fejet legfőképpen azok előtt, akik túlélték mindezt, és itt vannak még közöttünk. Tiszteletben tartjuk, hogyha nem akarnak beszélni a fájdalmaikról, de próbáljuk meg őket kérdezgetni, és legfőképpen is azt kérdezzük meg tőlük, hogy volt erejük mindezt végigélni, mi segítette őket abban, hogy emberek tudtak maradni. Mert a szenvedések nagyon sokszor a jó tulajdonságokat hozzák ki az emberekből. Talán érdemes lenne tőlük tanulni, hogyan lehet túlélni a megpróbáltatásokat, és csak bízhatunk benne, hogy nem lesz szükségünk az ő tapasztalataikra. A bajai lágervárosban 1944. novemberében a határvadász laktanyából és a vele szemközt lévő baraktáborból hozták létre a hadifogoly tábort, a város déli szélén. Ebbe a lágerbe nem csak a Baján és környékén elfogottakat hozták, hanem a Budán és annak tágabb környékén hadifogságba esett katona és civil foglyok tízezreit is, akiket különböző utakon 180-200 kilométeren keresztül gyalogoltattak Bajáig. A bajai internálótábornak rendkívül nagy volt a gyűjtőkörzete. Először Baranya megyei Málenki robotosok érkeztek, és idehajtották Észak-Bácskából is az elhurcoltakat, majd a Tolna megyei németeket Szekszárdról hozták Bajára. Baja az ilyen szempontból egy kiemelt hely volt,
mert a Dél-Dunántúlról, Bácskából, Észak-Bácskából, de még Budapestről is hoztak ide olyanokat, akiket később a szovjet lágerekbe vittek. Nagyon kevés az a család, ahol ne lenne érintett ebben a témában, és fontos, hogy tudják, hogy tulajdonképpen mi történt akkor ott a Szovjetunióban. A plakát első szavai ezek. Babics Mihálytól származnak. Ahogy ezt az üdvet ember láttam, nyomban eszembe jutott egy másik is. Ez pedig akkor hangzott el, amikor Napóleon a külügyminiszterét kérdezte, hogy mit tegyen a magyarokkal. A válasz így hangzott. Vedd el egy nép múltját, és azt teszel velük, amit csak akarsz. Feslett in unser schönsten Jahren, mussten wir nach Russland fahren. In Waggons hineingebracht, von Soldaten bewacht. Der Zug, der sollte hin, niemand weiß wohin. A 0060-as parancs alapján a Baja környéki települések németjeit először 1944-ben szilveszter napján gyűjtötték össze. Gyűjtőhelyük a 3. Béla gimnázium volt. Nehéz volt azért. Eszembe jutott, hogy mikor mentünk, akkor még könnyebb volt, mert nem tudtuk, hogy hova megyünk. Sokáig tartott az utazás? Eléggé. 17-18 nap, de hát kibírtuk. Hol tetszett lenni, és mennyi ideig? Kagyivkában ott voltunk sokat, és hát ott a bánya volt a mindenünk. Na, én ott voltam végig. Hány évig tetszett kint lenni? 4. Szegény apám meg 48 évesen, mert az első 3 hónapban meghalt. Már májusban meghalt. Mielőtt január 6-án elindultak, itt, ahol beszélgetünk, a 3. Béla gimnáziumban gyűjtötték önöket. Itt meddig voltak, mielőtt elindultak? 2 hétig. De itt kivizsgáltak tényleg, aki terhes volt, kimehetett, és akkor azt nézték még nagyon, akinek magyar neve volt. Azokat nem vitték. Tehát én most már nem kellene menjek, mert most már magyar vagyok. Akkor még német voltam. Kint voltak. Mi tartotta önöket életbe? Az akarat. Az erős akarat, hogy haza akarok kerülni. Otthon volt anyám, vagy anyám, nagyanyám, dédanyám, mind éltek még. A húgom, és én egyedül apámat ott hagytam mindjárt. Garáról mennyien voltak együtt? Sokan voltunk, 400 körül. Sávoly vonzatában is sajnos, mint a többi településen, igen jelentős volt a svábok, a németek elhurcolása Málenki robotra. Hozzávetőleg én olyan 50 és 100 fő között gondolom, akik közvetlen csávolyak, vagy csávolyi kötődésűek, és csávolyan születtek, de már nem közvetlen csávolyról hurcolták el őket. Mikor visszatértek, beszéltek az, hogy mi történt a lágerekben? Ahogy a nyitóbeszédben is elhangzott, nem. Többet kellett őket unszolni, többször kellett őket motiválva felszólítani finoman, hogy valahány szót is szóljanak egyáltalán, az utókornak maradjon valami, családjuknak egyáltalán nem beszéltek róla. Volt nem egy és nem kettő olyan interjú alanyom, aki a családjának egy szót nem beszélt még soha az egészről. Az Észak-Bácskából, mint például Garáról, Bácsalmásról, Bácsbokodról, Katymárról elhurcoltakat 3 helyen gyűjtötték össze és vagonírozták be. Baján, Kiskunhalason és a Jugoszláviához csatolt Szabadkán, attól függően, hogy mikor történt a mozgósítás. Kápolnai gyűjtőtábor környékéről ugyanakkor az országosan is jellemző elhurcolások másik módját alkalmazták a szovjetek. Erről a nagyfüggedi előjáróság belügyminiszterhez írott levelében olvashatunk. Folyó év január első napjaiban megjelent Nagyfügged községben az orosz tábori csendőrség, valójában az NKVD Káliban állomásozó parancsnokságának egyik különítménye egy főhadnagy vezetésével, egy tolmács kíséretében, és azt az utasítást adta, hogy a községben lakó mindazon lakosokat, akiknek névelemzés alapján tekintetbe jövő származása német, sváb, tót, cseh vagy orosz,
külön-külön kimutatásban 24 órán belül át kell adni az érte jövő tisztnek. Az átadás után pár nappal megjelent a községben egy orosz tábori csendőrségi, valójában NKVD-s teherautó fegyveres csendőrökkel és az általuk orosz nyelvre lefordított kimutatásból vitték el az embereket. 1945. január 1-től a Káli gyűjtőközpontba helyezték el a Kompolt, Kerecsend, Kismaros, Nagymaros, Zebegény, Szendehely, Berkenye, Iklad, Vecsés, Csömör, Rákoskeresztúr és Kápolna településekről érkező svábokat. A Káli gyűjtőtábor Málenki robotos lakói január 16-án indultak a Donyec-medencei lágerekbe. A Málenki robotra hurcoltak többségének, így a kompolti Póser Gizi néninek sem a munkával volt problémája, hanem a körülményekkel. A nélkülözés, az örökös éhezés, a fázás és a betegségek szedték áldozataikat a lágerekben. Egy kőműves mesterné dolgoztam. Nagyon rendes ember volt. Hát megtanultam még vakolni is. Ott voltam én, az unokahúgom kettő, Józsanna, Póser Anna meg is halt odakint, mert nem bírta elviselni az éjséget, és összeszedte a krumpli haja, megfőzte, megette, azt másnapra meghalt. Megtanultam kódolni. Daj, mama, kuszuska, klebuskát. Adjál, mama, egy darabka kenyeret. Azt mondja, gyévuska, nekem sincs, nem dolgozok, nem kapok klebát. Nem csak, hogy az éjségtől szenvedtünk, hanem az a sok féreg, a tetű, a poloska, hát még az is szívta a vérünket. Akkor megettük a macskahús, mert már nagyon éhesek voltunk. Azt fogtak macskát. Én nem voltam macskát fogni, de az unokahúgom azt fogott egy kismarosival, olyan kis varasnő volt, aztán az megnyújtta, csak Ancika meg fogta. Azt mozgott vele. Azt mondja, mit mozgatsz? Te még sosem nyúztál macskát? Azt mondja, Bezsikém, én még nem nyúztam macskát. De olyan jó volt az a macskahús. Az úgy nézett ki, mint a nyúl, megnyúzva. Na és ugye, hát elfogyott a macska abba a kis községbe. Azt akkor sorakozó volt este a lágerbe. Na, mondom, most kapunk. Hát aztán azok, akik fogták a macskát, hát a tisztek megtudták, hogy kik voltak. Szóval azokat kiállította, aztán azokat sorba járatta körül, hát sokan voltunk. Aztán, mikor ezek a marosiak, mert azok egy kicsit merészebbek voltak, mint a kompótiak, aztán mikor odaértek, akik ismertek bennünket és fogták a macskát, azt megláttak, hogy hol vagyunk, azok csak elkezdték, miáú! Az orosz nem tudta, hogy mit jelentett, míg meg nevettük. 1945. január 2-án 47-en gyalog indultak el a kálkápolnai gyűjtőhelyre az ikladi németek. A néhány napos munkából 2,5-3 év lett. Blaubacher József társaival együtt Stalinó közelébe került. Egy ilyen gyár területre vittek bennünket. Hát mink, ugye voltak szakmunkások is, volt öntöde, volt villanyszerelési műhelyek voltak, volt, aki a szakmájával is foglalkozott, ugye. Mink ilyen udvari takarítók lettünk. Kövesek néha már lecsináltunk, hordtuk nekik olyan köveket, mint ez a fél asztalban, sokszor eszembe jut, hogy is bírtuk, hogy bírtuk. De hát hogy bírtuk és bírtuk, muszáj volt bírni. Cigányoknak néztek minket, mert hogy ilyen ruhában voltunk. Miért? Volt 7 szoknyám, 7 ruhában mentem ki, minden adtam. Én ugye bányába jelentkeztem mindjárt, hogy bányába fogok menni dolgozni. Több lesz a kenyér. Ezt ígérték, hogy több kenyeret, mert ugye az első helyen csak 80 deka kenyeret kaptunk. És itt meg már kaptunk 1 kg 20 deka kenyeret. Nagyobb volt a fejadag, végig a bányába dolgoztam.
a 180 méteresen is lementünk, ugye. Hát ottan mind csak takarítottunk, mert el volt áraszva a bánya, tönkre volt menve minden, ugye a pillérek, új pilléreket csináltak. Hát nem mind voltunk a szakemberek, minden négy-öt embernek, vagy nők is voltak, például ez az asszonyka is volt az én brigádomba, és húzták a földet, széntermelés, addig nem volt, míg kint voltunk mink. Addigra csak takarítás volt. A második világháború végével Magyarországra, különösen a magyarországi németek, svábok számára kegyetlen idők érkeztek. A hazánkat megszálló kommunista hatalom, a Szovjetunió, bár magát felszabadítónak nevezte, és emlékoszlopokat állíttatott magának, mégis megszállóként viselkedett. Nők tízezreit erőszakolták meg. A második világháború közel 15 millió lakosú Magyarországáról mintegy 300 ezer embert, túlnyomó többségében ártatlan civilt hurcoltak el. Közöttük mintegy 130 ezer embert, körülbelül fele-fele arányban, németet és magyart, származása miatt hurcoltak el Malenki robot, vagyis kismunka címén szovjetunióbeli kényszermunkára, hadifogoly és internáló táborokba. Semmi nem indokolhatja, hogy bárkit is származása, anyanyelve, nemzetisége vagy vallása miatt büntessenek.